A bölcsödében kiemelt figyelmet fordítanak a környezettudatos nevelésre. Noha a gyermekek még egészen kicsik, igyekeznek megszerettetni velük az állatokat és a természetet. A világnapokat valamilyen formában rendszerint megünneplik. A kiállítást a kisgyermeknevelők készítették, újrahasznosított alapanyagok felhasználásában készültek a tárgyak. Egy hétig van nyitva a kiállításunk, minden délelőtt a kisgyermeknevelők a gyermekekkel jönnek a kiállításra, délutánonként 15:30-6 óráig a családok tekinthetik meg. Nagyon jó a kapcsolatunk a mellettünk működő űrhajós óvodával, március 27-én, 28-án és 29-én őket várjuk a mesevilágunkban. Április 1-én van az űrhajós bölcsödében a bölcsöde kóstolgató, a hozzánk érkező családok ezen a napon meg tudják tekinteni. A kiállításnak köszönhetően a gyerekek játszva tanulhatják meg a tiszta víz fontosságát és az édes vízkészlet veszélyeztetettségét. Az intézmény egyéb élménypedagógiai módszereket is kínál. Van a bölcsödénkben egy bio kiskert, törekszünk arra, hogy a gyermekek már a kis magok elültetésén keresztül a növények fejlődésén át és a szüretelésig megismerkedjenek a különböző zöldségekkel. Idén elkészült a kis mini bölcsis fóliasátrunk, úgyhogy a kis magocskákat ott teleltetjük a gyermekek számára. Gyümölcsös kertünk mellett gyümölcsfák is ültettünk. Az állatok védelmére is nagy hangsúlyt fektetnek. Ehhez kapcsolódva egy rovarházat alakítottak ki.